Ali papi, mami, mindenkinek. Én akkor meg szoktam nézni a naplementét, így bele tudok nézni a napba, tök durva. Ugye, hogy éppen megy le, olyan szép. Valamiféle vitakultúráról szerettem volna vlogot készíteni, ami egy nagyon nehéz dolog, nem is tudom, hogy kezdjek bele. Én megmondom őszintén, hogy alapvetően szeretek vitatkozni, és nagyon sokáig azt gondoltam erről az egészről, hogy minden embert meg lehet győzni. Tehát, hogyha megfelelő érveket felállítasz, akkor ő is belátja mondjuk azt az aktuális problémát, vagy nem is kell, egy probléma legyen, csak egy felvetődött kérdésben. Tehát, hogy meg tudsz győzni valakit, és hogy minden ember meggyőzhető. Valószínűleg magamból indultam ki, mert hogy én meggyőzhető vagyok bizonyos dolgokban, illetve talán akármiben, hogyha az megfelelő érvekkel van alátámasztva, és rájöttem, hogy ez egyáltalán nincs így. Tehát nagyon-nagyon kevés az az ember, akit te meg tudsz győzni bármilyen úton, módon. Most ez is érdekes, hogy hogyan alakul ki ugye valakinek valamiről a véleménye, vagy az életképe. És azt vettem észre, hogy az emberek belekerülnek egy mókus kerékbe, és nem tud kilökni őket, és szándékosan nem is akarnak kiesni. Szóval sokkal egyszerűbb valamire azt mondani, mondjuk, hogy nem, ez nem így van, vagy egyszerűen csak nem értek veled egyet, vagy valaki üvöltözik. Egy csomó embernek ilyen nagyon furcsa hozzáállása, amikor vitába kerül valakivel. Legtöbbször egyébként az ember szokott szerintem ilyen nagyon, úgymond, pórul járni az ilyen helyzetekbe. Bár mondjuk ez is érdekes, még az nem jár pórul, mert ő nem is tudja meg ezt. Akkor fog rossz lesni neki, valaki tényleg elmondja, hogy ez így van. Általában megfigyeltem, hogy azokkal az emberekkel történik ez meg, akik nagyon támadólag szoktak fellépni minden helyzetben. Tehát akármit mondanak neki, amit neki nem tetszik, akkor egyből fölemeli hangját, és ideges lesz. Most ugye ezzel azt érél egy idő után, hogy gyakorlatilag ezt az emberek így megtanulják, hogy hát neki azért nem mondok semmit, mert nincs kedvem ahhoz, hogy megint ideges legyen, és egy idő után megtanulnak neki hazudni. Én ezt vettem észre. És a hazugságaival tök jó el van az ember. Tehát vannak ilyen emberek, akiknek állandóan csak hazudni kell. Tehát soha nem akarja hallani az igazságot, ami mondjuk nem egyenlő a bunkósággal, mert egyébként ezt is utálom, ami a szívemen, a számon, ugye ezt nagyon sokszor szokták így mondani emberek, és gyakorlatilag ezt azok szokták mondani a legnagyobb ilyen bunkók ilyen helyzetekben, és akkor ugye ezzel tök jól lehet takarózni, hogy valakit megbántasz, szóval ami a szívemen, a számon, ezt is szokták mondani, és akkor ugye ezzel tök jó kibúvód van, hogy mondjuk valakit így megbántottál valami tök bunkósággal, és akkor nem tudsz viselkedni, és akkor hát nekem, ami a szívemen, a számon, én mindig azt mondom, szóval én ezt nagyon nem szeretem. Hol tartottam, szóval, hogy általában ezeknek az embereknek hazudni kell, de egy folytában hazudni kell, és ők attól érzik jól magukat. És hogyha beleállsz egy vitába, és elmondnak, hogy szerintem nem így van, akkor borzalmasan meg tud sértődni, meg ideges tud lenni ettől a helyzettől. És nem, egyszerűen nem, nincs meg benne az a készség, hogy belegondoljon, hogy esetleg a másiknak is igaza van egy helyzetben. És azt hiszem, hogy nagyon sok emberből ez a készség, ez hiányzik. Hiányzik ez a tulajdonság, hogy bizonyos helyzetekbe bele tudja bizonyos helyzetekben a másik oldalról is tudjon látni egy picit, vagy bele tudjon gondolni abban a helyzetben, hogy esetleg tényleg nem neki van igaza egy bizonyos szituációban. És azt vettem észre, hogy én is így elfelejtettem egy idő után már úgymond igazat mondani most nagyon sok embernek, meg megmondani a véleményem, mert tudom egyszerűen a következményét. Tehát tudom azt, hogyha én az igazat kezdem el mondani, akkor abból valamilyenféle konfliktus lesz. És azt vettem észre magam, nagyon sokszor elkerülöm a konfliktust, tök nem értek egyet, de tudom, hogy egyszerűen nincsen értelme felsorakoztatni érveket egy bizonyos dologgal kapcsolatosan. Szóval ez elég nehéz úgy lenni, hogy elég sokszor vitatkoznál, meg elég sok dologgal nem értesz egyet, de igazából azt látod, hogy tök fölösleges beleállni ezekbe a vitákba. Nem tudom, az emberek nagyon ilyen csüllátásúak, meg nagyon sokszor azt hiszik, mondjuk, hogy te okoskodsz bizonyos helyzetben, vagy szándékosan belemész olyan dologba, pedig mondjuk pont csak segíteni akartál, vagy pont mondjuk hát a családon belül az a legrosszabb, ugye, amikor próbálsz valakit meggyőzni.
ugye valamiről, és hát nyilván azért szeretnéd tenni, mert mondjuk szereted, és hát abszolút nem befogadó mondjuk valamilyen dologgal kapcsolatosan. Nyilván én is valamilyen szinten nagyon önfejű vagyok, szóval én is könnyen beleesetek mondjuk ebbe a hibába, de azt gondolom, hogy az embereknek azért nagy részének elég nagy hibája ez, hogy nagyon, nagyon nehezen befogadó képes bármilyen dologgal kapcsolatosan, amiben ő úgy gondolja, hogy mondjuk a másiknak nincsen igaza, illetve azt gondolja, hogy neki mindenképpen igaza van. Főleg az ilyen komment szekciókról is, fú, nagyon sokat lehetne beszélni, meg nagyon jó ilyen tanulmányt lehetne írni el, hogy az emberek hogyan viselkednek egymással. Úgyhogy igazából csak ennyi volt, egy gyors vlog, meg egy, ha le is ment a nap, nagyon szép volt így nézni egyébként, tök jó volt. A halipapi, mami.